Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. A miniszterelnök úr azt szokta mondani, hogy zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, valószínűleg elég ideges lehet, hiszen már önök is elismertek egy 1,6 milliárdos lopás sorozatot, csalás sorozatot. Lehet ezt másnak is mondani, önök szabálytalanságnak mondták azt, amit Farkas Flóriánék eltettek. Volt ugye egy foglalkoztatási szövetkezet, amit már annyira szeretnének elfelejteni, hogy egy törvényt is hoztak arról, hogy ezentúl nem lesz olyan, hogy foglalkoztatási szövetkezet. Ebben a programban, a Híd a munka világába programban nem valósult meg semmi, ezért onnan szeretnének a roma önkormányzattól visszakérni 1,6 milliárd forintot. A roma önkormányzatnak annak viszont 500 millió forint évente a költségvetése, az ideit azt már elköltötték, önök viszont egy olyan szerződést írtak velük alá, hogy jövő májusban vissza fogják adni a pénzt. A kérdés az, hogy miből fogják visszaadni ezt a pénzt ön szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint ön is kérte, Lázár János miniszter úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen. Az eddig megállapított részleteket pontosan és határidőre fizette a roma önkormányzat. Szeretném az országgyűlést tájékoztatni a kérdése kapcsán. És szeretném azt is elmondani tisztelt képviselőtársamnak, hogy az EMMI kiemelt figyelmet fordít ennek a kérdésnek a megoldására. Azért mondom, hogy a megoldására, mert nagyon fontos természetesen a jogszabály követés, a hiba föltárása, a felelősségre vonás is. Én ezzel mindegyet értek. De itt igaz, nem minden képviselőtársam támogatását és egyetértését kiváltva szóba hoztam azt, hogy mindannyiunknak közös érdeke, hogy ezekben a kisebbségi csoportokban a fölzárkózás lehetősége, az integráció ügye támogatókra találjon, és legyenek ne csak kudarcok, hanem sikerek is. Én nagyon remélem, hogy képviselőtársam nem csak a kudarcoknak ad megfelelő hangot és fórumot, hanem a sikerekre is rávilágít, hiszen amellett, hogy az Orőnél egy foglalkoztatási szövetkezet kapcsán vitathatatlanul történhettek olyan ügyek, amelyek szabálytalanságot vetítenek előre, vagy szabálytalanságot mutatnak, ez nem cáfolandó és nem is cáfolom. Emellett ebben az országban az elmúlt Európai Uniós támogatási ciklusban 2007 és 2014 között nagyon sok pénzt költöttünk arra, hogy a fölzárkózás lehetőségét a halmozott, a hátrányos és hátrányos, magyarul szegény közösségek és szegény emberek számára megnyissuk, és vannak sikeres és eredményes programjaink is. Meggyőződésem szerint, aki ezt az ügyet szóba hozza, annak nem csak a roma kisebbség felelősségére kell tulajdonképpen burkolta ráirányítani a közfigyelmet, hanem a sikerekre és az eredményekre is. Amennyiben nem ezt az utat járják, és folyamatosan a magyarországi roma közösség egyes képviselőinek hibáját idézik és citálják itt a parlamentben hétről hétre, akkor könnyen alakulhat ki, még közöttünk is, magunkban is az a képzet, hogy ebbe a közösségbe pénzt vinni fölösleges, mert ebben a közösségben így kezelik a közpénzt. Biztos, hogy a közpénz kezeléssel kapcsolatban itt is vannak visszaélések, de nem hiszem, hogy több lenne, mint az egész közösségben. Ami pedig azt illeti, hogy az Európai Uniós források felhasználása hogyan alakult a közpénz felhasználás rendjét illetően, néhány százmillióról és milliárdokról beszélünk, ahhoz képest, hogy 11 ezer milliárd forintot költöttünk el összességében. A két számot együtt kell értékelnünk. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszonválasz illeti meg Hadházi Ákos képviselő urat is. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt miniszter úr, akkor, amikor egy kifli lopásáért le lehet tartóztatni embereket, akkor 1,6 milliárdot én nem mondanám, hogy olyan nagyon kicsi pénz. Sajnos nem válaszolt a kérdésre. Ugye egy nagyon egyszerű kérdés volt, hogy ön szerint miből fogja egy olyan szervezet, akinek 500 millió forint évente a támogatása, miből fogja a jövő májusig visszafizetni az 1,6 milliárd forintot. Eddig havonta 5 millió forintot kellett nekik visszafizetni, tehát ebben az évben egy év alatt havonta 5 millió forintot kell visszafizetni, és májusban 1,6 milliárd forintot kell visszafizetni, akár szabálytalanságnak, akárhogy hívják, 1,6 milliárd forint hiányzik az állam költségvetéséből, tehát a magyar adófizetők pénzéből, ugyanis önök már nem merték lehívni az eredetileg Európai Uniótól kapott pénzeket, nem hívták le. Ezeket mi fizettük, miből fogja visszafizetni a roma önkormányzat, ha háromszor 500 millió, vagy évente 500 millió forint a költségvetése.